Február 24-én a Frontender csapata újra ellátogatott a Pivó bárba és megtartotta az IT Quiz nevű eseményüket, amely tavaly is nagy sikernek örvendett. Az este nem csak a szórakoztatásról szólt, hanem arról is, hogy az IT szakmában érdeklődők megismerkedhessenek a legújabb trendekkel és technológiákkal, valamint találkozhassanak olyan szakemberekkel, akik segítenek nekik a karrierük építésében. Ez egy IT cég, szoftverfejlesztő cég, szoftver minőség ellenőrzéssel is foglalkozik. Tehát tesztelői és fejlesztői tevékenységek is folynak. A cég az 2000 környékén alakult, ilyen 2001-2002 környékén. Eleinte sokat működtünk együtt az egyetemmel, sok olyan projektünk volt, amit velük közösen végeztünk, és akkor szépen, ahogy teltek, múltak az évek, váltunk egyre függetlenebbé, lett egyre több megrendelésünk, akár nemzetközi cégektől, akár magyar partnerektől, és mára körülbelül 60-an vagyunk. Itt van Szegeden, a belvárosban az irodánk, és próbálunk egyrészt terjeszkedni, és itt Szegeden belül elsősorban, és akkor annak az egyik, vagy ennek az egyik ilyen eseménye ez a Quiz Night, amit itt most szerveztünk a kollégával. Az est egy két részes versenyből állt, ahol a résztvevőknek kérdéseket kellett megválaszolniuk online. A második és harmadik helyezett különböző méretű ajándékokat kapott, míg a győztes különleges jutalomban részesült, egy második körös szakmai interjút nyert. Alapvetően a szoftverfejlesztés világában kettő fő irányvonalat különböztetünk meg. Van a frontend, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy amit a felhasználó lát, tehát a táblázatok, gombok, stb. A böngészőben, illetve van egy backend rész, az pedig tulajdonképpen, amit nem lát a felhasználó, az számítgatja ki, hogy azokban a táblázatokban milyen dolgok jelennek meg, ha arra gombra kattintunk, mi történik. És alapvetően nem mentén a kettő fő irányvonal mentén állítottuk össze a két quizünket. Ahogy a legtöbb cégnél, nálunk is nem egy darab interjú során kerül valaki felvétel, hanem több lépcsőben történik ez. Az alaphelyzetben nálunk úgy néz ki, hogy meg kell írni egy tesztet, ez most már online formában működik, és utána pedig jön egy elbeszélgetés, vagy Danival, vagy egy másik mentorunkkal, vagy velem, attól függ, hogy éppen melyikünk ér rá. És tulajdonképpen eznek a Quiz Night-nak a megnyerésével ezt az első kört, ezt az online tesztet lehet úgymond átugrani. És ebben a szakmai interjúban egy ilyen kb. 45 perc időhosszúságban szoktunk beszélgetni szakmai dolgokról, mindig valami relatíve egyszerűvel kezdünk, hogy ugye bele tudjanak jönni a jelentkezők az interjúnak a flowjába, és akkor utána átváltunk, és akkor szakmai kérdésekkel fölmérjük azt, hogy a jelentkező milyen szinten áll. A verseny a Kahoot alkalmazás segítségével zajlott, és a szervező különös figyelmet fordítottak arra, hogy a játék interaktív legyen. Minden kör után lehetőség volt további kérdéseket feltenni és azokat kifejteni, ezzel is jobban bevonva a lelkes érdeklődőket. Másik alkalommal veszek részt a Frontender Quiz Esten. Először tavaly voltam itt, amikor az első alkalommal rendezték meg, teljesen random a Facebookon, csak úgy szembe jött, éppen gyakornoki helyet kerestem, és úgy gondoltam vele, hogy semmi veszíteni való nincs, úgyhogy eljöttem párommal. A kérdések egészen nehezek voltak az én szintemhez. Én most, mint programtervező informatikus, nem az egyetemen, hanem mint főiskola végzem el. Viszont nagyon jó volt ahhoz, hogy felmérjem, hogy itt az adott piacon, hogyha bárhova elmegyek felvételizni, milyen hasonló kérdésekkel fogok szembesülni. Kicsit vicces volt, hogy gyakorlatilag utolsó helyen végeztem mind a két quiz során, de örültem annak, hogy itt voltak a kollégák, és tudtam szemtől szemben is kérdezgetni tőlük. És akkor jutott eszembe, hogy nem csak a programozás érdekel, hanem a tesztelés is. És így kérdeztem meg a többieket, hogy van esetleg ilyen pozíció, mert ez engem érdekel, és nagyon fölcsillant a szemem, mert kerestek tesztelőt is, nem csak fejlesztőt. És akkor tudtam beszélni a főnökkel, és elvarázsoltam egy picit, és így jutottam be igazából a céghez. Természetesen én is megírtam a felvételit meg hasonló, de sokkal jobb volt, hogy így face-to-face vele tudtam beszélni, nem pedig egy e-mailt írtam egy HR-esnek, hanem itt már meg tudtuk beszélni a dolgokat, úgyhogy most, hogy már másodjára itt vagyok, most már mint alkalmazott vagyok így itt, és hát még mindig nehézséget okoznak ezek a kérdések, de legalább a tesztelői részt már sokkal jobban értem. Én most itt, mint szoftvertesztelő dolgozok már körülbelül egy fél éve lassan, és én a barátaimnak is ajánlottam, hogy jöjjenek el, legalább felmérik a tudásokat, és hát veszíteni valójuk nincsen, legalább szórakoznak együtt.